összetörjük. Szabi! Jó reggelt, mit iszi, mám? Mit csinál? Hát kis meglepetést csinálok mindenkinek. De ilyen kora reggel? Hát milyen kora reggel? Teljesen időben vagyunk. Készítek mi meglepít, mert megyünk a műjégre, szívem. Lebeszéltem a tesódékkal. Anyukádék már hozzák haza a Benit. Szabi, és megy? Indulunk a műjégre. Mi van, mi bajod van? Hova megyünk? Megyünk korizni, megtanítjuk a Benit korizni. Tojás, öt tojás. Most reggel? Szabina, ilyen reggel föl kell, fölhúzzák és pörög egész nap. Hív mindenkit, hol menjünk, milyen programot szervezzen a családnak, bevásárlás, nézelődés. Hello, sziasztok! Hello, tőzönök, gyere! Jó van, gyere be, gyere, nézd csak! Megjöttünk. Hello. Ja, apád legalább egyből felpattan most. Kucsera András és Kucsera Andrásné Gábor szülei. Megbeszéltük, hogy ezt így kell elmenjünk a műjégre. Igen, ezt így is igen. Nézd, igen. Megtanulunk korizni, mit szólsz? Nem akarsz. Pedig az tök jó dolog. Figyelj, meglátod, Levi is úgy fog siklani a jégen. Levivel, jó? Igen. Sziasztok! Gyurica, Kucsera, Eszter, Gábor testvére és családja. Szia, Benni! Sziasztok! Nézzétek, sütöttünk reggel egy kis muffint. Bente sütötte? Nem, a Benni a mamáért nála aludt, és az az Benni lesz. Csengő kaja? Nem felkelsz? De vigyázz, mert én csináltam. Nővéremékkel gyakran szoktunk, egy héten 3-4-szer össze szoktunk járni. Bölcs után nagyon sokszor át szoktam menni hozzájuk, és akkor a gyerekek játszanak, meg tudunk jókat beszélgetni. Jó van, de ügyesek volt, jó. Oda felcsücsülnek a lassan-lassan, egyik törpe, másik törpe, ügyesek vagytok. Adom. Na várj, és az jó rá? Jó. És akkor ezt jó, hogy ezt szereted a csengőt, igaz? Hát az igazából én szerintem így belebújt egy kis valahol a partán. Gyerekek, én még nem is láttam ilyen két évig korítam, úgy elmondom. Így. Ez az Manó. Nem kettősebbre vár? Figyelj, Manó! Miért? De ügyes vagy! Én is felveszem a korimat, de figyelj, szívem! Amúgy, volt, hogy nekem nem szabad nem korítom. Az Erdő bácsi meg tudja, hogy vagyunk keresek, hogy valami történik, hanem akkor az rád lesz. Bencére is rám is vigyázzok mindenkire, senkire esekszel. Hát de valami történik, hanem hogy gyerekedéssel? Érted, megütöm magam, hogy valami? Majd vigyázzunk rá. Vigyázz. Rajta de most komolyan. Vigyázzok rá. Figyelj, véletlenen esek, hogy valami másik? Ahogy szokott vigyázni, vigyázz. Hú, hát akkor én biztonságban leszek, de jó. Fogd a gyereket, mert én nem merem megfogni. Gyere, Gigo, menjek veled. Csak tartsd magad így. Nem kell. Te mész így? De várjál, én nem merek menni. Meg magától. Futas görkori Cindy, a gyerünk Cindy. De gyerekek, nem jó, fel kéne róbázni a jeget. Mit? Ja, mit csinálni? Tudjátok, a hoki meccseken a róbával csinálják. Volt két hoki meccsen életében. Viszont a Fehérvárra, itt ilyen szakszavakat tanulni. De először azt hiszem, hogy traktor. Mi az a traktor? Azt egy traktor megy a róbára, hogy ez egy traktor. Nem. Nincs benne a lúgban. Úgy megyek, mint egy amatőr, de semmi. Benének ezt fog tetszeni. Várjál! De a gyerek meg azt hiszi, hogy kint a palinta lesz, és így fölemeli magát. Nem is a sport miatt mentünk el, meg hogy aktivitás legyen, hanem is szeretem, hogy a Bence mozog meg levegőn van. Nagyon édes volt látni Bencét, illetve Csengét, hogy nagyon élvezik, nagyon várták a jeget, és nagyon ügyesen mozogtak. Gyerünk! Úgy a lábad oda föl, azaz, és mehetünk! Csak óvatosan fogja. Az nagyon állat! Tetszik? Tetszik! Akkor menjünk! Néha egy kicsit más dimenzióba kerülök, amikor ilyen obis játékokat találok magamnak, úgyhogy én rettentően jól éreztem magam a műjégpályán. Mondom, hogy nem esetek el! Na, mutasd, hogy te felállj, fiúk! Fogalmam nincs! Figyelj, megoldom, figyelj! Rossz vagyok mindenben! Nézd, egyik láb, másik láb! Voilà! És kész vagyok! Szuper! Nem áll, még egyszer nem esek el! Mi lenne, ha vigyáznátok kicsit a Bennyre, mi meg elmegyünk egy kicsit? Jó, vigyázzunk! Benni, hogy kockából nem esetek meg! Hallottad? A romantika szót szívem! Gyere, csak megyünk! Olé! Mehetünk! Let's go! Azaz! Azaz! Jó? És most átbújjuk a hondodat! Figyelj, 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 bújok! És jövő! Megállni sose tudtam. Jaj, tudod, hogy álltam mindig meg? Mentem a szélén.
a széli az ajt befaroltam, de én mindig így kicsúsztam utána valahogy. Elég könnyű befarolni, csak így. Szabi az igen, ő szeret visszamenni, így a kicsit pár évet visszamenni, lemenni a gyerekek szintjére. Farolgatott, primadonna ez ott a jégen, szóval nagyon élvezte. Szerintem jobban élvezte, mint a gyerekek. Én menni tudok, gyorsan megy! Nem baj, Szabi, az izomlásztól, komolyan mondom. Afi, én ennyit életemben nem estem korizás közben. Merje Csengen, eljön. Ja, papír, ne ezt meg. Tudsz papír sütni? Figyelj, a lányod letesztelte, állítólag nagyon jó maffin. Sőt, a papírja is jó, reméljük nem ővette meg. Várja, mert ezzel is össze a papír. Lecsekoltam a Cseng az egész doboz már. Figyeljetek, szerintem olyan jó programot találtunk ki, ez tök jó családi program, ezt mivel közösen ezt legközelebb is megbeszéljük. Ja. Jó volt, nagyon ügyesek voltatok. Csinálunk ilyen családi programot. Nem, ügyes voltál nagyon, a jégen. Meg a Csenge is, hát a Csenge nagyon ügyes volt. Csenge, hol korizni? Hol korizni? Okay. Mutasd meg. Oh. Tök jó, hogy én is törtem össze magam, a Gábornak a fogai is megmaradtak, a muffinnak is sikere volt, úgyhogy én boldog vagyok. Azt hittem, hogy kicsit jobb leszel azért. Nem tudom, mi volt ma veled, gyerekek. Lehet, hogy Gábor elmondott. Milyen ügyes vagy, ahhoz képest ne haragudj. Lámpalázas voltam, vagy nem tudom, zavarba jöttem tőle. Hát jól számolod, kettő. Nem tudom, hát ez a mai nap, ez nem az én napom. Izomlász, hát mellé most jön lesz egy fájás és egy fájás. Sűrűbben járunk, és akkor jobb lesz. Ma megmasszírozlak este szívem. Csengek, ezt a részletet nem akarjuk tudni. Menjetek együtt edzeni majd legközelebb. Az a mánia ez az edzőszalon. Jó, ha vegyük. Ma este bemegyünk a városba edzeni. Azt próbáljátok meg. Kardió edzés. Kis kardiózunk egy kicsit. Lábmozgás, tudod? Adunk nektek olyan kardió edzést. Lehet otthon is kardiózni, gyereket emelgetni ki a kádból. Én emelgettem, korcsolyáztam. Itt voltunk. Este jár valami. Mi van? Dani, egy kis tente, jó? Kisfiam, egy kis tente jár az ilyen neked. Szívem, te mit csinálsz? Reggeli. De milyen reggeli? Hát finom, rántottál, szalonnával, kolbásszal. Egészséges. Úristen, tudom, mit hozol? Várjál, húzd le. Az egész, ez a tiszta zsír az egész. Jó, az a hagymát viszont lehagytam. Van hagymánk, szívem. És te ezt akarod reggelizni? Igen, nem mozogsz annyit, elkezdesz ilyeneket kajálni, hát az valami borzalom. Jó, majd lemozgom valamikor. Hát de ez az, hogy nem mozogsz. Te is tudod jól, itt a két év, most mit fogsz addig csinálni? Két lehetőség volt, vagy 4 év, vagy 2 év. Eleinte 4 évet kaptam, aztán fellebeztem, és akkor abból lett 2 év. Soknak tartom, szóval nem gondoltam volna egy ilyen butaságból, illetve hülyeségből ennyit fogok kapni, és ez majd tényleg a pályafutásomnak a végét fogja jelenteni. Annyi barátod van, szívem, aki már abba hagyta a sportot. Itt kellene valamelyikkel beszélni, hogy ők mit csináltak utána, hogy kezdtek neki mondjuk a civil életnek, vagy másfajta életnek. Szerintem üljél le valakivel beszélgetni erről, és akkor hát tud neked ebbe tanácsot adni, nem? Hát már beszéltem a Sanyival, hogy velem majd fogok találkozni, aztán beszélgetünk, hogy hogyan. Nem tudom, mit csináljak, hogy folytassam tovább, ne folytassam, sportoljak, ne sportoljak. Hát én amondó vagyok, szívem, hogy szerintem, ha már egész életedben sportoltál teljesen, azért nem kellene likvidálni a mozgást az életedből. Mert hogyha megtalálnád azt, ami kiteljesíti az életedet, akkor nem biztos, hogy kellene erőltetni, de ha nem, akkor azt gondolom, hogy lehet, hogy újra meg kellene még próbálni. Tehát ezt neked kell eldönteni, nem nekem. Jó, hát ezt nekem kell valóban, de még egyre nem tudom, hogy mit akarok. Akarom, nem akarom. Nem tudom, semmit nem tudok még egyelőre. De ne idegesítsél majd ezt fogod reggelizni. Inkább esküszöm, inkább beáldozom magam és megeszem ezt, mint hogy te ezt most magadba bevidd. Én ezt még ledolgozom, azért, mert napi két edzésen én ezt bőven ledolgozom. Azt mondod, ha mozgok, akkor. Hát de nem látom, hogy mozognál a konyhából a kukáig érsz, öcsém. És hogy ne egyek semmit? Hát ha megígéredne, hogy elmész mozogni is egy kicsit a napokba, akkor még talán akkor azt mondom, hogy jó. Na, ha már ilyen ügyesen ezt megcsináltad, akkor... Na, akkor ezt megeszem. Jó, de akkor megígéred? Persze. Oké, okay. Megbeszéltük. Na, azt szeretném, hogyha a sportot nem hagyná abba, hogyha nem feltétlen a kajakra gondolok, hanem az, hogy valamilyen fajta testmozgást végezzen, hiszen egész életében ezt csinálta, és azt gondolom, hogy egy sportoló rögtön abba hagyja, az nem feltétlen jó a se testének, se lelkileg, kicsit hokizgatni, vagy valami, amit csináltatok télen a fiúkkal. Nem zsakoki. Nem arra hokira gondoltam, én sem, igen. Jó. Visszaszerezhetnéd a cuccaid. De jó, amikor nem vagyok itt, van, király. Nem baj. De ennyi örömed legyen az életben, szívem. Majd elmész sétálni. Sétálni? Hát azzal sokkal nem mész, acsaim. Igen, gyors gyoglás. Uh-huh.
Aztán múltkor bementél anyámhoz a tévéért, mire kihoztad a kocsiba, ott lihertél mellettem. Nem nyitunk elindulni, mert így jöttél a kocsiba. Nehéz volt a tévé, nagyon. Aha. Segíteni kellett volna. Gomez! Köszönöm, hogy eljöttél. Hát, szokásos kávémat, jó van. Figyelj! Ebben nem felejtünk. A barát az barát. Gyere, ülj! Jaj! Mondja tőle, mert te mondtad, hogy van valami őgöd. Hát... Mi a baj? Nem tudom, hogy hogyan tovább. Mit gondoltam, hogy erről lesz szó. Mit kezdjék magammal? Igen, mert én már túl vagyok ezen. Te ezen túl vagy. Én meg nem tudom, hogy mit kezdjék magammal, igazság szerint sportolnék is, nem is sportolnék, csinálnám is, nem is, lehet, hogy másba kezdenék. Szabi is reggel is mondta, hogy jó lenne mozogni egy kicsit, ha teljesen igazad van, de egyszerűen majd nem is érzem, hogy most lenne kedve mozogni. Nincs kedve mozogni? Nincs. Most ugye annyira nem is hiányzik, de tudom, hogy valamit kéne. Az otthon ülés az nem. Abban a szempontból te ugyanolyan vagy, mint én, mert ezeket a mellékes rizéket, hogy erősítés, futás, ezeket utáltam én is. Ezt én is, azt nem szeretem. De vinkozni szeretem, te meg kajakozni szerettél. És annyira azért esett a választásom, mert ő már átment ezeken a dolgokon, szóval neki is abba kellett hagyni a pályafutását, és úgy voltam vele, hogy a Sanyinak a kis habitusát, vemencet is verve, hogy kicsit hát a föld tud engem rázni, és akkor kicsit tud nekem segíteni, hogy melyik irányba induljak el. Jó adottságú gyerek vagy egyébként. Már most egy edzői szemmel mondom, hosszú kész, hosszú láb. Lehetne belőled egy frankó kis bunyós, ezt őszintén mondom. Né, meg tudom ütni, ez a hosszúkat nem tud közel menni senki. De most te azt mondod, hogy inkább valami más sportágba kéne. Én azt csináltam. Most figyelj! Hát jól tudom, de nem mondok, azért birkózás, azért az egy küzdő sporthoz közel. Nyilván rokonszakmát választottam. Lapátalmod a sorozok valaminek egy jó nagyobb. Nem, rokonszakmát választottam. Figyelj, elmehetném mondjuk evezni. Tudod, ez a hagyomány. Az, hogy még érzem, hogy van bennem. Tudom, ugyanez, ezért mondtam, keres magadnak egy új játékot. Elvették a játékodat, keres egy újat. De úgy érzem, hogy más sportákhoz meg már öreg vagyok. Hát ahhoz, hogy most olimpiai szintű birkozó legyél, ahhoz tényleg. Hát jó, ahhoz persze. Ahhoz tényleg. Körlingezni jössz. Vagy elmegyünk, most úgyis van egy csomó. Hú, elmegyünk bobozni. Hát jó. Vagy óriás műlesiklás, azt te leszel Albertot. Azt érzem, hogy most még nem hiányzik, tudod, rossz idő, nem, kinkénk, mindig kimoltunk a szabadba, futás, meg mit tudod, hogy úszás, ki nem hiányzik, viszont attól fel nekem majd tavasszal. Ugye, ha akarsz, foglalkozz a testeddel, ne hagyd magad el. Mert, tudom, hogy nem szabad, de az is nehéz, nem motiválunk úgy semmi. Múltkor lementem egy edzőterembe, váltottam egy hónapos bérletet, ugye jártam 3 edzésre, azt álltam a tükör előtt, álltam nagy gyúrosok mellett, néztem, te hülye, te mit keresel itt? De ne ilyen helyre járjál! Összecsomagoltam szazamat. De ne ilyen helyre jár te, hát ez hülyeség. Ilyen helyre ne menj el. Gyere le hozzánk, először állj be erősíteni. És utána majd szépen elkezdünk technikázni, és amikor eljön az ide, ide jól fogod magad érezni, tök jó srácaim vannak. Régebben jártam boxolni barátaimmal, levittek mondjuk, hogy a bal jobb, az tényleg az jó szól, de a bal jobb magamhoz zavarodtam. Szóval annyira nem tudom. Ez is lehet egy lehetőség. Azt gondolom, hogy nem zárkozom el most semmi elől, mert lehet, hogy valamelyik sportág vagy olyan lehetőség, amit kinéztem, az egy új irányba fog engem elvinni. Lejárni, tartozni valahol, amit te mondasz. Igen, mert nekem azt hiányzik, hogy... Most otthon vagyok azóta, Bencével vagyok, meg Bence is bölcsi, beszoktunk, tök jó, figyelj. De azért azon, hogy nem egy férfinak van az, hogy otthon üljön és a gyereket nevelje. De... Igen, a gyerekúszás is tök jó, mert ugye ott is találkoztunk, ott is te hordod, de meg ahogy én is, igen, de na, nekünk azért kell több benne. Hát igen, szóval nekem nem, kicsit ugye most ilyen egy hangulat így az élet, ilyen sík. Otthon lenni az, hogy mindig valamit tartoztam, valamit csináltam, haverom, megy, ahogy azért szivatgatás, minden edzés, meg edzünk, és most meg úgy azért nincsen, és ez hiányzik, és ez így hirtelenből kikerülni, ez így rossz vagy nehéz. Hát figyelj, az biztos, hogy ha ilyesmit akarsz csinálni, amit mi csinálunk, ez egy évet kell folyamatosan edzeni, ahhoz, hogy egy kicsit fölkaptodod, hogy na most miről szól ez, meg milyen ez. Figyelj, próbáld, szerintem megér. Legalábbis. Biztos, hogy fogod szeretni, mert olyan gyerek vagy, hogy... Szóval nem hiszem, hogy nagy baj lesz vele neked, ez tetszeni fog. És annyi az olyan az életemben, hogy nem azt mondom, hogy minden nap mi találkozunk, meg minden nap fölügyük egymást, viszont tudom, hogy ha baj van, akkor rá lehet számítani, és tényleg benne nem csalódtam. Most nem ígérem, hogy belevágnak a hóba, de nagyon nagy kedvem volna hozzá. De így nyomkod össze így a kezeddel. Azaz, úgy. Még jobban össze kéne nyomkodnunk. Hello, anya! Megjött anya! Hello, fiú! Hello! Mizu! Mit csináltak? Gyurmázunk! Jaj, de szuper! Éppen a mókust rakjuk ki. Komolyan? Bence meg a gyurmázik. Mit csinálsz belőle? Csak... Kaka.
Kaka, hát az nem lenne jó, azt csinálna belőle. Dobó. Mit csinált? Dobó. Dobó. Dobozt? Dobó. De mi volt a Sanyival? Gábi? Beszéltünk, hogy majd még beszélünk majd telefonon, meg majd lehet, hogy lemegyek hozzá edzeni kicsit, és akkor ja, kicsit elfoglalom magam, edzek is. Mert most csomó időre nem volt dolgom, de nem volt időm a hobbiaimra. Ja? Én találnék valami hobbit. Mindig szeretem volna megtanulni főzni. Igen? Olasz kaját, azt hát az nagyon jó ötlet. Te szereted? Hát akkor én? Elmenni esetleg egy főző tanfolyamra. Azt még nem látom a lelki szemeim előtt, hogy ő vacsorát főz, de igazából, ha megtanulja, főzni egyébként bárki képes, tehát szerintem ahhoz csak akarat kell. De gondoltam, hogy mit tudunk, nézzünk egy-két dolgot, neten kinézek, ahol vannak tanfolyamok, vagy nincsenek tanfolyamok, aztán körülnézünk. Már ilyen főzőiskolára van? Hát igen, ahol el tudok menni. Hát a főzőiskolát nézem. Hát akkor mindenképp valami olaszosat nézzél. Varró iskolába menjek, vagy mivel? Hát te nem megtanulhatsz hímezni is. Figyelj, én tudok. Én régen tudtam kötni szívem, már nem tudok, de... Masalni tudok. Te nem köthetsz nekünk pulcsit is, sapkát, sállat, ilyesmit. Igen, gondoltam, hogy már egyből. Hát azt mondtad, ha annyi szabad időd van, akkor én neked is megtanulhatsz simán. Menj el először főzősuliba, aztán meg valami cukrásuliba, de hát valami paleós egészségeset szüljál nekem, jó? Szabi. A cukra, ez az cukor. Gondoltam olyanra is, hogy például a masszörködés engem az érdekelt mindig is elmenni sportmasszörködni. Aha, ez vagy masször, simán masszörnek, és rajtam gyakorolhatnál. Hát nem pont rajtad gondoltam. Nagyon köszönöm. De gyakorolnám, mert több is azt mondom mondani, hogy jó. Jaj, hallod? Az egóból vegyél vissza egy kicsit szerintem. Én már lelki szemeim előtt láttam, hogy nekem milyen szuper leszítan az életem, főz, most takarít, gyereket nevel, megmasszíroz, úgyhogy igen, úgy néz ki, hogy egy kicsit önzővé váltam mostanában, de hát aztán szépen lehozott a földre az én férjem. Na, akkor megtanulsz cukrászkodni, főzni, te egy valamit masszírozni? Így csinálok, ami így nekem tetszik, meddig az, hogy főzzek, de akkor de te mondtad, hogy akarsz. Igen, de akkor te már főzzek olyat, hogy egészséges, mondjam már neked, meg akkor cukrázza meg neked, akkor masszírozni, hogy téged le tudjak masszírozni, meg minden. Valamit csináltok, ami nekem jól esik, hobbi, el vagyok vele, örömetlen benne, és nem az, hogy nekem. Lehet olyat? Csináld. Akkor ne kedveskedjenek, nem tök felesleges. Hát Szabi, az adja magát, hogy kedveskedni, biztos, hogy fogok, ha elmegyek főzni. Elmegyek főzni iskolába, akkor van szakadni meg, hogy itthon vagy főzek neked. Az nem kedveskedés? Most mondtad, hogy nem nekem akarod, nem magadnak. De. Jó, mindegy. Lezártam ezt a témát. Jaj. Na de találtam egy sokkal jobbat.